Ramiro első ránézésre átlagos kisfiúnak tűnik, iskolába jár és tanul. Azonban már a fotókon is felfedezhetőek betegségének jelei. Szervezetét először 2017-ben támadta meg a leukémia, amikor Ramiro 4 éves volt. Mindennek előzménye egy elhúzódó felső légúti megbetegedés volt, amely után egy laborvizsgálatból állapították meg, hogy nagy a baj. Életerős kisfiú észre se vettük rajta, hogy beteg. 9 hónapig tartó kemoterápiás kezelés után hazaengedtek minket. Fenntartós kezelést 1,5 évig kapott kemoterápiás gyógyszert. Utána már csak havonta kellett járnunk ugye mai napig Budapestre, és tavaly 2023 novemberében láb- és csípőfájdalomra panaszkodott, sápadtságra, és egy hét alatt hirtelen lefogyott. A leukémia sajnos ismét megtámadta Ramiro szervezetét, a kisfiúnak és a családnak újra fel kell vennie a harcot a betegséggel. A kezelések november végén kezdődtek újra, jelen állás szerint csontvelő transzplantációra lesz szükség, mely során a tervek szerint Ramiro kis húga lesz a donor. A 6 gyermekes családra tehát ismét hosszú küzdelem vár, azonban az orvosok és a szakemberek minden tekintetben mellettük állnak. Csodálatos módon támogatnak minket lelkileg, nem csak a nővérek, hanem az orvosok is, úgyhogy úgy éljük meg ott a kezelések ideje alatt a mindennapjainkat a kórházban, hogy mint egy család, csodálatos, ami erő, ami szeretetet kapunk, mint a nővérektől, mint az orvosoktól, úgyhogy máshogy nem tudom kifejezni és elmondani, csodálatos. A kezeléssel járó pluszköltségek és a mindennapi kiadások azonban erősen megterhelik a családi kasszát. Az édesanyja éppen ezért fordult Székesfehérvár önkormányzatához és a nyilvánossághoz. A család a jó szándékú emberek segítségét kéri a leukémiával szemben vívott harcban, ugyanis a mindennapokban a gyógykezelésekhez kapcsolódó kiadásokat és az utazással járó költségeket önerőből már nem tudják előteremteni. Ramiro gyógyulását bárki támogathatja a képernyő látható számlaszámok egyikén, itt közvetlenül Ramiro számlájára, vagy pedig a Remény Alapítvány bankszámlájára lehet utalni a kisfiú gyógyulására szánt összegeket.